Nem biztosítják a zöld hullámot a kolozsvári jelzőlámpák, pedig az önkormányzat több millió lejt költött az intelligens közlekedési lámpák felszerelésére. A polgármesteri hivatal szerint a szabálytalanul közlekedő sofőrök nagyobb forgalmi dugókat okoznak, mint a rendszer hiányosságai. Csiga lassúsággal haladnak ezek a személygépkocsik Kolozsvár belvárosában. A legforgalmasabb úgynevezett kelet-nyugati tengelyen gyakori jelenség ez. Napközben szinte mindig dugó van ezen a szakaszon, pedig a helyi önkormányzat 5 évvel ezelőtt 7 millió lejért szerelt ide intelligens jelzőlámparendszert. Vannak föld alatti és föld feletti érzékelők, amelyek a forgalomban érzékelt igények szerint váltják a jelzőlámpa színeit. Ez az úgynevezett zöld hullámrendszer azonban nem mindig működik, és ennek főként a kormánynál ülők figyelmetlensége az oka. Nagyon sokan rossz sávra állnak, majd a város közepén próbálnak irányt váltani. A villanyrendőröknek egymás után 17-szer kellene zöldet adniuk, ez azonban az általunk megkérdezett sofőrök szerint ritkán jön össze. Nem tudom biztosan, de 10-nél több pirosat fogtam ki. A Mörös tértől a Főtérig több mint fél órát jöttem. Alig van 2-3 zöld. Ebben az időszakban legalább 2-szer kifogod a pirosat, szóval zöld is, piros is van. Most az összes lámpa piros volt. Nem néztem az órát, de a katedrálistól erre legalább fél órát jöttem. Az említett táv, amit a sofőr közel fél óra alatt tett meg autóval, alig haladja meg az 1 kilométert. A polgármesteri hivatal elismeri, hogy a rendszer hatékonysága amiatt is vitatható, mert egy olyan cég felel a karbantartásért, amelynek nem ez a szakterülete. Az önkormányzat viszont hamarosan meghirdeti a licitet, az új cég pedig képes kell legyen a zöld hullám hatékonyabb működtetésére.